Az igazságügyi miniszter és a miniszteri biztos közösen leplezte le az áldozatsegítőközpont tábláját. A szolgálat könnyen megközelíthető helyen, a piac téren, a megyeház köz sarkán kapott helyet. Kvázi bármit el tud modellezni. Tehát. Az áldozatsegítőközpontban lopások, csalások, rablások, szexuális bűncselekmények és családon belüli erőszak sértettjeinek nyújtanak segítséget. A szolgálatot önkormányzati ingatlanban alakították ki úgy, hogy a helyiségek, a segítő és az áldozat közötti bizalmat építsék, mutatott rá beszédében Székesfehérvár polgármestere. Cserpalkovics András kiemelte, a központ hatékony működéséhez nélkülözhetetlen, hogy az áldozatok biztonságban érezzék magukat. Ma ezt a helyet már az elvégzett felújítást követően át is tudtuk adni. Ráadásul aki látta most előbb ezt a termet, az pontosan tudja, hogy úgy lett kialakítva, hogy ez valóban az ott dolgozókat és az oda betérőket egyaránt segíteni fogja és támogatni fogja az együttműködésben és a munkában. A Fehérvár megyei kormányhivatal igazságügyi osztálya eddig is működtetett áldozatsegítő szolgálatot. A főispán azt mondta, a számok azt mutatják, egyre többen mernek segítséget kérni, így az új központ létrehozására nagy szükség volt, tette hozzá Tanárki Gábor. 2022-ben 155 fő kereste fel a szolgálatot, közülük minden második kérelmet is nyújtott be, ők 3,7 millió forint azonnali pénzügyi segélyt kaphattak. 2023-ban pedig 10%-kal többen fordultak hozzánk, és 5,3 millió forintot kaphattak. A székesfehérvári központ kialakítására 57 millió forintot fordított a kormány. Az igazságügyi miniszter az átadó ünnepségen kiemelte, a központok működése a kormány családpolitikájával együtt mintaként szolgál az Európai Tanácsban és az Unióban egyaránt. Magyar igazságszolgáltatásnak a családbarát, gyerekbarát részét példaként tekintik Európában is. Keveset beszélünk erről, de ez egy óriási nagy siker. Magyarország gesztora tud lenni egy ilyen folyamatnak, ami azt jelenti, hogy az itteni jó példákat, beleértve egyébként ezeket a központokat is, lehet közvetíteni Európa felé, és be tudjuk mutatni, hogy lám-lám Magyarországon a családbarát, a igazságszolgáltatás, a gyerekbarát igazságszolgáltatás az hogyan tud működni. A székesfehérvári központban egy koordinátor, két ügyintéző és egy pszichológus dolgozik azért, hogy az áldozatoknak hatékony segítséget nyújthassanak. A sértettek jogi tanácsadás, anyagi és mentális támogatás miatt fordulhatnak a szolgálathoz. A bűncselekmények sértettjei krízis esetén a képernyőn látható, éjjel-nappal hívható telefonszámon is kérhetnek segítséget.